Huzsvár László, a nagybecskereki egyházmegye első megyés püspöke alapozta meg azt a hagyományt, hogy a nagybecskereki székesegyház védőszentje Szent Gellért napja táján találkozzanak a bánáti egyházközségek tanács tagjai. Ezen a napon van a Veni Sancte, a katolikus kollégiumok diákjainak tanévnyitó ünnepe is. Elénekeljük a latin Veni Creator, jöjje Szentlélek nevű himnuszt, és ehhez van egy rövid ima, és ennek az eseménynek vagyunk ma itt tanúi Nagybecskereken. Nagyon szép számban jöttek az egyházmegye területéről egyházközségi tanácstagok, az összes papunk itt van, és a fiatalok mind a nevelőkkel együtt. A nagybecskereki katolikus leánykollégiumnak 66 diákja van, ami a legtöbb a több mint két évtizedes fennállása óta. A visszaszármaztatott leánynevelő intézet épületének a felújításával hamarosan tágasabb épületbe költözhetnek. Ennél tovább meg biztosan nem tudjuk bővíteni a kollégiumunkat. Úgyhogy a nagy reményünk, hogy előbb-utóbb elkészül az új kollégium, mert hogyha ilyen dinamikusan fog fejlődni a létszám, akkor jövőre már biztosan nem tudunk mindenkit fölvenni, csak akkor, hogyha átköltözhetünk az új épületbe. A lányok és a szülők is elégedettek az elhelyezéssel, a tanulási feltételekkel. Ez a kollégium számomra egy olyan hely, ahova hazamegyek, ez számomra második otthonom, hiszen barátaim is itt vannak, a nővér is nagyon jó bánik velünk, a nevelők is családiasan bánnak velünk, és itten fegyelmet tanulunk, és az élet nagy dolgait megtanítják velünk. A Muzsiai Emmaus Katolikus Fiú Kollégium 2002 óta ad otthont a nagybecskereken tanuló magyar diákoknak. Épületük a legkorszerűbb oktatási nevelési intézményé terebélyesedett, a bánáti magyar értelmiség egyik gyűjtőhelyévé vált. Jelenleg 57 kollégistájuk van. Az idén az Emmaus kollégiumban érkezett 13 fiú, meg még egyet várunk. Hallottuk, hogy szeretne beiratkozni, őt is szívesen fogadjuk. Az idén újítottuk a kollégiumot, meg az új részt szintén befejeztük. Az új kollégisták könnyen beilleszkednek, a végzősök pedig már a búcsú pillanataira gondolnak. Szeretném megköszönni a nevelőknek, hogy ez a 4 év alatt egyengedték az utamat, segítettek a tanulásban is, és sok minden másban. Nehéz szívvel fogok elválni a kollégiumtól, ugyanis én kaptam meg azt, hogy a szalagavatón majd a búcsúbeszédet megírjam. A kollégiumok lehetőséget adnak a szórványtelepüléseken élő magyar fiataloknak, hogy anyanyelvükön folytassák tanulmányaikat. Hozzájárultak ahhoz, hogy Nagybecskereken újra nyílnak magyar középiskolai osztályok. Biztató, hogy egyre több kollégista iratkozik később egyetemre.